Az átoltottsági arány növekedésével az európai országok többségében már részben feloldották a szigorú járványvédelmi korlátozásokat. Van olyan állam, amely június végére teljes nyitást tervez, derül ki a maszol.ro portál körképéből. Jól halad az oltási kampány, fokozatosan nyitnak az európai országok. A maszol.ro portál Magyarországgal kezdi összeállítását. Ott az átoltottsági aránytól teszik függővé a korlátozások szakaszonkénti feloldását. Hétvégén megnyíltak a vendéglátóhelyek belső terei, a szállodák, a szabadidős létesítmények. Ausztriában május 15-től tervezik a korlátozások részleges feloldását. Szlovákiában hétfőtől bordóról pirosra váltott az ország úgynevezett COVID-automata szerinti besorolása. A tesztelési kötelezettség azonban megmaradt, a munkába járóknak továbbra is szükségük lesz a tesztre. Ugyanakkor csütörtöktől a gyerekek teszt nélkül mehetnek iskolába. Franciaországban május 19-én a nemcsak alapellátást biztosító üzletek, a vendéglátóhelyek terasszainak és a kulturális intézmények újranyitásával kezdődik a koronavírus járvány miatt bevezetett korlátozások fokozatos feloldása. Június végére ígérik a kijárási korlátozások teljes megszüntetését. Olaszországban hétfőtől létszámkorlátozással újra látogathatók a múzeumok, mozik, színházak. Nagy-Britanniában a magas átoltottsági aránynak köszönhetően a korlátozások nagy részét már korábban eltörölték, és a szinte teljes nyitást június végére tervezik. Horvátország viszont szombattól május 15-ig meghosszabbította az egész országra vonatkozóan a jelenleg is érvényben lévő járványügyi intézkedéseket, amelyek főleg az összejövetelek létszámkorlátozásában és az üzletek nyitvatartási rendjének szabályozásában merülnek ki.